katonaként részt venne az orosz-ukrán háborúban? Nem. Egyáltalán nem. Hát, Isten igazán nem. Attól függ, melyik oldalon. Komolyan? Igen, ennyi a válaszom. Szerintem igen. Miért? Hát számomra így fontos a szabadság és a haza. Fiatal vagyok én még ahhoz. Mennyi idős vagy? 19 éves. Hát az pont az, 6 köteles. Hát 6 köteles, de én nem mennék el viszont. És ha menni kéne? Akkor se. Én nem mennék el a háborúba, de most dolgozni mennék, szóval bocsán. Úgy tudom, hogy Ukrajna nem is uniós ország. Akkor szerintem nem kellene beleavatkoznunk. Nem kenyerem az erőszak. Persze más kérdés az, hogy a saját országom háborúja vagy másik. Attól függ, hogy milyen helyzetben, milyen háborúra van szó. Ha valami olyan háború... Van jó háború? Nem igazán, nem igazán. Még más egy, talán egy forradalom, de most jelenleg nincs olyan helyzet, hogy az jogos lenne. Meg más az, hogy egy háború. Például az orosz-ukrán háború szerintem egy politikai hiba, oda biztos, hogy nem mennék katonának. Jelen pillanatban nem érzem úgy, hogy én nekem az életemet fel kéne tennem az orosz-ukránoknak a saját gondjaikért, mert ez az ő régebb óta is ez a köztük lévő gond volt. Nem, én nem érzem úgy, hogy nekem ott harcolnom kéne azért, hogy lerendezzük az ő gondjaikat. Bizonyos ügyekért még kiállnék a világban. Lehet, hogy még fegyverrel is. Milyenekért? Hát például Izraelben. Igazából, hogyha idáig eljönne a háború, én akkor is lelépnék, és nem azért, mert félek, mert vinném magammal a családomat is. Itt hallok Magyarországon, hogy a Macron 2000 embert akar küldeni, nem azt nem akar küldeni 2000 embert, mint nem akarja megtámadni Oroszországot a nukleáris fegyverrel, csak annyit mondott, hogy ha odáig jutunk és válaszolni kell az oroszoknak, mert túlhalad a front vagy valami, akkor persze fel kell, hogy legyen készülve arra, hogy embereket küld, és ha kell, akkor szemben áll a oroszokkal. Nem hinném, hogy Franciaországnak akkora játékszerei lennének, amit így ki akar próbálni, és nem látom létjogosultságát egy ilyen. Nem vágom most ott a francia belpolitikát, de ők mindig lázonganak, hogy arról lesz, mennyire akarja elterelni a témát. Ja.